Folyamatosan szivattyúzni kell a vizet a házakból és az előttük lévő árkokból az Öcsényi falu részben. A belvíz évek óta megkeseríti a szuterinos házak lakóinak életét. A képeken látszik, hogy van olyan épület, ahol a víz fél méter magasan áll a pince bejáratánál. Olvadás után a víz elkezdett feljönni, ahogy olvadt a hó egyre magasabb lett, most már annyira, hogy most már csizmával sem tudunk lenni. Derékig ér a belvíz ennek a nőnek a pincéjében. Azt mondja, hiába van több eladóház is az utcában, értéktelenek az itteni ingatlanok, mert a vízben úszó alapzatok miatt senki nem akar ide költözni. Amikor elkezd olvadni, melegszik az idő, megjelenik a víz. A víz az nagyon nagy mennyiségű, gyakorlatilag ősszel már kezdtünk fölcuccolni, ahogy a lentárolt dolgokat ne érje víz. Hát nagyon sok mindenünk van lent, háztartási gép minden, de ezeket nem tudjuk használni. A lefolyástalanság miatt áll a víz az árkokba. Két szivattyú folyamatosan dolgozik ennek a férfinak a házában, de az elfogyasztott áram így is olcsóbb, mint a hagyná vízben ázni az alagsorban tárolt eszközeit. Azt mondja, hiába szivattyúzzák ki a vizet, néhány óra alatt újra megtelik a pince. Lakjuk is a szuterint igazándiból, vannak lent szőnyegek, ez az ilyenkor azokat föl kell szedni. Tehát a földön olyan dolog ne legyen, ami, hogyha föl húzza a vizet a beton, akkor az lepenészedik, stb. Az utca lakóinak a helyi önkormányzat is segít, már hetekkel ezelőtt kikotorták a házak előtti vízelvezető árkokat, és egy szivattyúval egész nap házról házra járnak. Itt ez a lefolyó gödör, itt elég magas már a víz. Két óránként ellenőrzik a kapos vízszintjét és a töltések állapotát Tolnanémediben a vízügy szakemberei. Itt harmadfokú belvízvédelmi készültség van érvényben szombat óta. Van, ahol már csak néhány 10 cm választja el a folyót attól, hogy kilépjen a medréből és a töltésen keresztül elöntse a szomszédos termőföldeket. Vasidnál találtunk egy veszélyes tészt, hogy kb. 30 centi a vízállás, hogy kilépjen a mederből, vagyis a gátból, a gátnál a víz. Ezt majd a főnökségnek le kell jelenteni természetesen. A belvizet most főleg a hirtelen olvadás okozza, ami miatt az ország 12 vízügyi igazgatójából 11-nél készültség van érvényben. Az elöntő területek mennyisége országosan már több mint 50 000 négyzetkilométer.